Na, szia Feriké, mint egy útmutató, hogy hogyan lehet újra tölteni az etetőket. Itt a konvejor, és erre lehet felpakolni majd az új kajákat. Most 1, 2, 3, 4, itt vannak a napok. Ezt nem tudom, ezt lehet látni. Kett, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Tehát ez mit tudom én, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11, 12 napra elegendő a konvejoron a log. Ez a motor hajtja, innen kapja fentről az áramot, illetve lentről. Ezek a kicsi villanymotorok, ezek arra szolgálnak, hogy a egyómos ellenállást bevigyenek sorosan az áramkörbe, hogy lelassítsák ennek a motornak még jobban a működését. Most bekapcsolom egy pillanatra. Ezt amúgy időzítő működteti. Gyere ide, Léviám. Oda van bedugva a konnektorba az időzítő. Ez 24 óránként minden nap bekapcsol 2 darab órára, ami alatt 6 cm. Ó, bazd meg, akkor ez nem is 12 nap, hanem 6 napra van elegendő. Ja, nem, 12 nap, jó, mert 6 centinként jelöltem be. Tehát egy nap 6 centit halad a konvejor. És akkor ez egy nap 2 órára kapcsol be, és olyan 3 cm per órával halad, ezért itt a 6 centis szakasz egy napra lesz elegendő. Elég nehéz megpakolni, tehát nem fontos vele vacilálni, hogyha akarod, töltögetheted csak ezt a másikat. Ez 8 óránként fog bedobálni, és most mindig a kijelző azt mutatja, hogy mikor van a következő bedobás. Ezt itt ezzel a... Érdemes leszerelni az egészet, itt ezzel a kis satúbefogóval lehet eltávolítani, és akkor könnyebben tudod tölteni az egészet. Ezt innen leveszed, amikor akarod majd tölteni, ezt a fekete csavart kihajtod, azt már nyilván akkor ilyen pozícióban legyen, meg kiomlik az egész, és akkor bele lehet tölteni, amit akarsz, a fekete kis csavart ide visszacsavarod, és akkor jöhet ide vissza az akvárium szélére. Itt legyen, mert a szűrő beszívja, tehát azért pozícionáltam ide az összes beadagolást, hogy a minél több ideig tudjon úszni a víz tetején az eledel, legyen idejük a halaknak megenni. Na és akkor ezt meg, akkor az 8 óránként untóvatán bekapcsol. Tettem ki az elemet az asztalra, nem fog elfogyni valószínűleg, de ha újra kell tölteni, nem tudom, hogy akkor újra kell programozni. A YouTube-on van hozzá használati útmutató, hogy kell egy simple módot beállítani, mit van, és akkor 8 óránként 2 fordulatot bedobjon, el van magyarázva, de szerintem nem kell lesz. És akkor, amikor az időzítő bekapcsol, akkor megy a bubi is, ide Lívia, ide. Megy a bubi is nekik, a fény az nem lesz bekapcsolva, viszont a kapcsoló az ott található lenn. Tehát hogyha szét akarsz nézni az akváriumban, hogy vannak-e hullák, vagy valami, akkor fel lehet kapcsolni ott a villany. Háló ki van téve az asztalra, hogyha a hullákat ki akarsz halászni vele, és akkor WC-be dobni, akkor adott a lehetőség. És akkor itt van a konvejor, itt szokott esetleg még problémás dolog lenni, hogy ledobja ezt a tengely, de a mostanában már megáll egész jól, meg ez a kis power tape egész jól tartja ott, hogy ne dobja le. Ez tök jól le van lassítva, és akkor mint mondtam, 1 óra alatt 6 centit megy, vagy 2 óra alatt 6 centit megy, és akkor az úgy jó lesz elvileg, a kettő együtt megetetik. És akkor ez meg amikor majd megy, ez így fog csinálni, így dob egy fordulatot, és csórikám melyiket megetette. Berogta a kaját, és akkor jól is laktak a népek, most egy időre megint. De ilyenkor majd 2 fordulatot fog tenni, és akkor megint elindult a számláló 8 órától visszafele. És akkor csak lefordul. Hát egy igen minimálisat dobott be, szerintem szorul az ajtó megint. Mert sokat raktál bele? Hát nem, már eltömődött. Látom az a kis ajtót, hogy el van tömődve.
Lehet, hogy ez a 8 órás, ez kevés tesz nekik. Jó, el... Állítsuk le a videót. Köszönöm, Feri! Akkor majd így kell lesz használni, hogyha jöztök fel. Köszi!